kilátástalan a helyzet annak a 4000 idegenvezetőnek, akik még nem mentek el. Sushi futárnak, pincérnek vagy éppen nyelvtanárnak, ezt mondta a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. A járvány miatt a külföldi vendégek teljesen eltűntek Budapestről, a szállásfoglalás 75%-kal csökkent. Ezzel kapcsolatban nézzünk most meg egy rövid összefoglalót. Korábban alig lehetett mozdulni a külföldi turistáktól a Dunakorzon, és a Váci utcát is zsúfolásig megtöltötték a látogatók. A járvány miatt azonban teljesen eltűntek Budapestről. Júliusban 75%-kal kevesebb szállást foglaltak, mint tavaly ilyenkor, de a magyarok foglalásainak száma is csökkent 18%-kal. A vendégészakák száma összességében több mint 42%-kal esett vissza. Amióta én a szakmában vagyok, és ez durván olyan 35 év, soha nem volt ekkora baj. Ezt már a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke mondta. Deák Judit kiemelte, helyzetük március óta kilátástalan. Sokan közülük elhagyták a pályát, mert felélték tartalékaikat. A katás kedvezményekből kimaradtak, állami támogatást nem kaptak. A Kisfaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT vidéki idegenvezetőknek szóló pályázati felhívására augusztus 7-éig 150-en jelentkeztek. Ebből 149-en 200 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő támogatást kaptak. Deák Judit szerint ezzel az a probléma, hogy vidéken 4-500 idegenvezető dolgozik, míg Budapesten 4000. Az idegenforgalmi ágazatban nagyjából 400 ezeren dolgoznak. A szakma képviselői pénteken békés demonstrációra készülnek. És hogy milyen lesz ez a békés demonstráció, vendégeimmel majd ezt fogom átbeszélni. Itt a stúdióban köszöntöm Zélczer Zsuzsa idegenvezetőt, kezét csalkam, jó reggelt kívánok, és Endlő Csabát, aki autóbuszos ágazati koordinátor. Jó reggelt kívánok, csak köszönöm szépen önnek is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szóval, ha már ezzel a felvetéssel kezdjük, hogy milyen lesz ez a békés demonstráció, hogy lehet békés az a demonstráció, amelynek a tagjai tulajdonképpen az egyik legnagyobb elszenvedői a koronavírusnak, akkor meséljenek erről, mire készülnek holnap. Mindenképpen a figyelemfelkeltés az elsődleges célunk, mert úgy gondoljuk, hogy a döntéshozók, akik különböző intézkedéseket tettek az ágazatunkat illetően, mivel nem érintettek a szakmánkban, így valószínűleg nem mindennel vannak tisztában, és szeretnénk felhívni arra a figyelmet, ez az elsődleges cél, hogy egyeztetni is érdemes lenne velünk ilyen markáns és karakán döntések meghozása előtt. Nem szeretnénk politikát vinni az utcára. Mindenki tudja, hogy miről szól ez az egész történet. Mi azt szeretnénk, hogyha felfigyelnének ránk. Igen. Majd azt is mondják el, hogy akkor a kormányzat részéről milyen intézkedésekre lett volna szükség az elmúlt hónapokban, hiszen a gazdaságvédelmi akcióterv, a katának a módosítása, elengedése, járulékoknak az elengedése, ezek szerint nem volt elegendő az ágazatban dolgozók megsegítésére vagy kisegítésére. Ha az önök területét nézzük, Csaba, hogy autóbusz, akkor Magyarországon a turizmus szeletén belül hányan foglalkoznak, hány cég foglalkozik azzal, hogy külföldre, belföldre szerveznek autóbuszos kirándulásokat és utakat? Hát én úgy gondolom, hogy több száz, akár ezer cég is foglalkozik külföldi, belföldi utaztatással. Ugye itt ketté válik a dolog, hogy van, aki csak belfölddel, van, aki külföldről beutaztatás, illetve belföldről kiutaztatással foglalkozik. És hát ugye azok a intézkedések, amiket hozott a kormány, amit ön is említett, ezek nem a teljes ágazatot fették le. Igen. Mire lett volna leginkább szükségük, vagy mire lenne leginkább szükségük, kérdezhetném ezt is? Hát ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy készült egy petíciónk ezzel kapcsolatban, és a legfontosabb kéréseink azok benne szerepelnek. Ha már a járulékkedvezmény az előbb felmerült, akkor itt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem fette le az egész ágazatot. Például pont a katásoknál van egy olyan rés, hogy nagyon sokan nem kapták meg, akik egyéni vállalkozóként kata befizetési kötelezettségük van, és hát ezt a kört mindenképpen ki kellene bővíteni, ezt ennek a határidejét szeretnénk meghosszabbítani, a bértámogatás, ami érkezett, az most lejárt, úgyhogy ennek a meghosszabbítása is nagyon-nagyon fontos lenne, és hát számtalan dolog, ami mondjuk az utaztatás szempontjából lényeges, ez mondjuk a határoknak a megnyitása, úgyhogy ha egy adott országban már nem aktuális, vagy nem támasztja alá a járványügyi helyzet, hogy onnan nem lehet kiutazni, vagy onnan nem lehet bejönni, akkor azokat célszerű lenne megnyitni.
Na most ugye, ha már a petíciót említette, akkor holnap gondolom ott a résztvevők számára a Hősök terén, ahonnan indul ez a buszos demonstráció. Jól figyeltem, ugye? Így van. Így veszi majd kezdetét. Akkor ott a petíciónak a részleteit megismertetik. Nem tudom, én önök mondják, vagy én soroljak meg ezek közül föl néhányat, mert ugye mi is megkaptuk. Na, hogyha mondok néhányat, jó. Ugye említette a járulékkedvezményt, akkor a petícióban benne van az is, hogy az állam vállalja át a PCR-teszt teljes költségét. Gondolom, itt ugye dolgozókról van szó alapvetően, akik érintettek ugye ebben a turizmusban. Nem, itt elsősorban arra gondoltunk, hogy az utazási irodáknak a hitelét lenne jó visszaállítani, tehát akik utazási irodákkal utaznak, számukra ezt megcsináltatni, és ne az utasnak a terhe és költsége legyen. Megértettem, jó. Aztán kérik a felülvizsgálatot arra, hogy az utazásra nem javasolt térség besorolásának eltörlése az legyen feloldva. Nemzetközi mintára az utazási irodák saját hatáskörben dönthessék azt el, hogy egy adott út lemondása esetén a részvételdíj visszatérítését voucher vagy pénzformájában kell ugye megtenni. Más a nemzetközi tapasztalat egyébként. Igen. Hadd ne soroljam föl, mert látom, hogy rengeteg petíció pontja van ennek vagy rengeteg pontja van a petíciónak, ezt majd holnap önök ismertetik. Ami fontos lenne, hogy kit képviselnek majd holnap ezen a demonstráción? Hát tulajdonképpen mi adtunk ennek egy szlogent, hogy menet a turizmus megmentéséért, tehát a turizmus minden egyes ágazatát szeretnénk képviselni, ezért is várjuk az összes olyan embert, aki a turizmusban dolgozik és ebben érintett, és hát alapvetően az utasainkat is, hiszen ők is elszenvedői ennek a helyzetnek. Jó, de mondjuk számítanak arra, hogy majd holnap a demonstrációra odaérkeznek a vendéglátásban dolgozók, akkor a szállodák, tehát számítanak igen. Erre? Igen, létrejött egy csoport, tulajdonképpen innen indult ez az egész történet, a turisztikai szektor saját érdekképviselete néven, ennek most már közel 4500 tagja van, csatlakoztak hozzá az utazási irodák, úgy utazás szervezők, mint utazás közvetítők, az autóbuszos vállalkozók, a náluk dolgozó gépkocsi vezetők, idegenvezetők, szállodaiparban dolgozók, rendezvényszervezők, a hajós és a repülős utaztatásban érintettek szintén, sőt a magánszálláshely tulajdonosok is, és ebben foglalatoskodók. És holnap mikor kezdődik ez a demonstráció, és milyen formában bonyolítják le? 16 órakor lesz a Hősök terén tulajdonképpen egy petíció ismertetés és a felszólalások. Ott gyülekeznek? Nem, az autóbuszok alapvetően 15 órakor gyülekeznek már, és 16 órára fognak megérkezni együtt konvojban a Hősök terére. Ezek ilyen turista buszok. Így van, és utána ott egy másfél órás demonstráció után pedig az autóbuszok elindulnak egy meghatározott útvonalon, érintve a főbb turista látványosságokat, és így szeretnénk végigvonulni a városon. Az egész városon. Na most, ugye ez mindig, amikor van valamilyen demonstráció, az mindig egy kérdés, hogy az adott petíciót, üzenetet kinek a kezébe szeretnék átadni? Ki foglalkozzon ezzel az üggyel? Ez a személy már megvan? Hát a fejünkben megvan a gondolat, hogy hogyan szeretnénk minden tovább lépni, de ezt egyelőre reményeink szerint holnap már nyilvánossá tehetjük. Mármint, hogy kivel szeretnének, gondolom, igen, akkor egy asztalhoz leülni. Így van. Vagy megoldást várni. Így van. De ez most titok, vagy nem lehet elmondani? Hát nem szeretnénk. Nem titok, de ezt egy másik demonstráció keretében szeretnénk ezt a petíciót átadni, és hát ugye itt a gyülekezési törvény alapján ennek bejelentési kötelezettsége van. Azt elmondhatom, hogy ezt mi már megtettük, várjuk rendőrfőkapitány úr válaszát. Tehát akkor akik együtt éreznek önökkel, szeretnék biztosítani önöket a támogatásukról, szakmán belül vagy szakmán kívül, holnap a Hősök terére menjenek el 16 órakor, ugye? Akkor van akkor a demonstráció kezdete. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen a meghívást.